Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy heti jóslás. Itt a szív, tehát a szerelem és ez a férfi áll a középpontban. Ez a fontos téma a héten. Nem csak ez a szerelem, hanem barátságok, és ez a kártya, ami a mozgást jelenti, az lehet sport is, amit te nagyon kedvelsz. Itt ez a kereszt jelenti a sors utakat, amikor a sors utak kereszteződnek. Tehát találkozni fogsz ezzel a férfivel, ha te egy hölgy vagy. A férfiak persze másképp kellene, hogy elgondolkozzanak ezen a jóslásnál, hiszen itt ez a kártya utalhat szimbolikusan a társnőre is. Ez a kereszt jelenti azt is, hogy elérkezel most az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. De légy óvatos, mert most fontos döntéseket hozni nem a megfelelő időpont, erre utal itt ez a ravasz róka, halaszd el azt nyárig. Viszont a ravasz róka mellett itt vannak a madarak, és azok szimbolizálják a kommunikációt, tehát ha kapsz egy hírt, vagy valaki elmesél neked valamit, lehet, hogy ez nem az igazság, de a nap segít abban, hogy a valóság kiderüljön. Itt ez a férfi elgondolkozik ezen a levélen, vagy vannak elvárásai, vagy ír neked érzelmekről, hiszen a levél mellett ott van a hold, és az jelenti az álmokat, a vágyakat, a reményeket, és az érzelmeket. Nála megvan az életerő ahhoz, hogy megvalósítsa most a terveit. És itt ez a hajó utalhat utazásokra, az lehet egy közös nyaralásnak a tervezése, és ez a gondolata, hiszen ő kapcsolatban áll a nappal, ami a nyarat jelenti, és ezzel az utazással. Amit ez a kép még jelenthet, az a remény, hogy megvan az élet ereje ahhoz, hogy mindent megvalósítson, és az ereje ahhoz, hogy írjon érzelmekről. Itt ez a park jelenti a nyilvánosságot, az elismerést, ezek nála most az elvárásai. Amit ez a hajó még jelenthet, egy belső út, egy spirituális terület, itt van az élet erő, azon kívül a nap, a siker és ez a fa, ami azt jelenti, ide most oda tudsz érkezni, itt le tudsz gyökerezni. Amit a fa még jelenthet, az egészségügyi témák, egy gyógyító erő. És itt nyílik számodra egy ajtó. De vetkezed be azt a kulcsot, és ezzel a kulccsal itt le tudsz zárni valamit, mint például ezt a kapcsolatot, ahol valaki hazudik neked. És kinyílik egy másik ajtó számodra, az lesz ez az életút, a sikerek, az elismerések egy spirituális területen, azon kívül szerencséd lesz a szerelmi élet területén, hiszen ő tervezi, hogy ír neked érzelmekről, itt a hűség, és itt megjelenik a szerelem is. És én kívánok neked egy szép hetet, nagyon sok szeretettel, Dendera!